Székesfehérvár, Szent István városa, a ősi koronázóváros, a nemzet történelmi fővárosa volt, és katonaváros ma is, és katonaváros is volt, és azt gondolom, ez érthető a királyok korában, hiszen a király hadsereg nélkül nem lehetett volna király, vagy nem őrizhette volna meg hatalmát. De az elmúlt évek, évszázadok, évtizedek történelme is azt bizonyítja, hogy Székesfehérvár minden hadviselőfél számára fontos volt, amikor itt háborúk dúltak töröknek, németnek, szovjetnek, és fontos volt a magyarnak, hogy védje ezt a várost, és fontos volt az ellenségnek, hogy megszerezze ezt a várost. És ma is fontos a katonáknak, hiszen Magyarország mindkét haderőneme itt székel, Székesfehérváron adott hont az összhaderőnemi parancsnokságnak, itt a parancsnok, és azt gondolom, hogy a székesfehérváriak büszkék arra, hogy katonavárosban élhetnek. És Szent István éve, Szent István emlékéve nem csak a székesfehérváriaknak fontos, hanem fontos Magyarország minden polgárának, és fontos a katonáknak is, hiszen emlékezünk a nagy király halálának 975. évfordulóján arra, hogy mi volt és mi Székesfehérvár ma a magyaroknak. És azt gondolom, hogy nem csak az ünnep fényében illendő osztozni, hanem a terhekből is részt kell vállalni, ezért a Honvédelmi Minisztérium 10 millió forinttal támogatja a Szent István emlékév rendezvényeit, és vendégül látja otthontad a Honvéd Táncszínház bemutatójának augusztus 16-án este, akik az osztrák-magyar monarchia korának táncait, szokásait, divatját és életképeit mutatják be itt Székesfehérváron.